Sziasztok, üdvözlök mindenkit, hogy itt a csatornámon, én Petróék, és a mai napon elhoztam nektek a 100 baba kihívás következő részét, és hát ahogy láthatjátok, még mindig nem változtattam meg a gyerekek megjelenését, és valószínűleg nem is fogom, úgyhogy hát igen, ez ilyen. Úgy döntöttem, hogy teljesen felesleges, ugyanis hamarosan felnőnek mindketten. Igen, mindketten. Úgyhogy teljesen felesleges lenne szerintem az, hogyha átváltoztatnám a megjelenésüket. Mindkettőjüknek stackelniük kéne egy kicsit, és Geneva pedig, hát még alszik, de őt inkább felkeltem, hogy menjen el a WC-re, aztán töröljön fel, és akkor nézzük meg, hogy milyen kaja van. Van azért. Pasta primavera. Nem tudom, mennyi van? 4 left. Oké. Rendben, az teljesen jó. Grab serving. És ti nem tudom, szomorú. Miért van? Ne legyél szomorú, drágám. Ne legyél. Jó, ők tanulják ugye a stackelést. És oké, te már meg is vagy. Nehogy használd már a pelusodat, hát nem hiszlek el. Miért nem? Gyere pottizni egyedül. Menjél pottizni, úgy. Te is mindjárt eléred a 3. szintet. Igen, ő is elérte, úgyhogy most már csak a potti van hátra, aminek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök. Igen. Úgyhogy miután ő... Igen, miután te végeztel a pottizással, te is eszel egy kicsit. És szerintem, hupszi bocsi, Genevát megkérjük, hogy ezt takarítsa ki. Ezt lehet használni? Blow bubbles? Lehet buborékot fújni? Mióta? Nem tudtam, hogy lehet a Sims-be buborékot fújni. Nézzük meg. Blow bubbles. Lehet buborékot fújni, de jó. Én ezt nem is tudtam. Na jó, de ne rakd el az eszköztáratba, az nem jó. Oké, nézzük meg nagyon gyorsan, hogy Mizu van a kört. Oké. Harvest lemons. Oké, ennyi. És a többit pedig szeretném eladni. Sell all. Igen. Ültetek még néhány lemont. Ezeket pedig sell szintén. És szerintem ide ültetek ma, hát most nem tudok, mert ugye túl hideg van, de majd később. Oké, ezt takarítsuk el. És akkor szerintem csináljuk azt, amit általában. Úgyhogy menjünk folyamatosan bilizni. És akkor minél többet megyünk bilizni, annál hamarabb ugye meg lesz a jártasságunk. Úgyhogy most ez fog következni. Oké. Jensen. Jensennek megvan a 3. szint. Úgyhogy szerintem csinálok egy tortát. Egy hamburger torta tökéletes lesz. És akkor még Fishert kell még tanítgatnom jó sokszor. Mert ő még nem érte el azt a szintet, amit ugye el kell érnie. Még egyszer kell még potizni, és készen van ő is. Teljesen jó. Készen van ő is, úgyhogy akkor rakunk gyertyákat ide, és have blowout candles, Jensen. Úgyni, aztán rakunk még egyszer rá. Jó, ő pedig squeamish lett, ami... Creepy crawlies, vomiting, violence and death. Erről inkább nem akarok tudni. Oké, minden az egyes szinten van, és szerintem fejlesszük neki a sakkot. Random. Hogyha már így a mentalt választottam ki neki. És akkor most szeretném felnöveszteni Fishert is. Úgy bizony. Loner. Oké. Creativity. Oké, egy magányos zongoraművész lesz, mondjuk. Take a shower, és akkor tanuljuk a zongorát, vagy nem tudom, mit tanul azzal. Geneva nem tudom, hova megy. Igen. Jó, és igazából a fiúk elérték már a 2. szintet, a 3. még nem. Úgyhogy szerintem várok még egy kicsit, amíg elérik a, hát talán a 3. És utána
nem is tudom, ki érte valaki, elérte a harmadikat? Igen, te elérted a harmadikat. Úgyhogy te menjél fürdeni, és... vagy nem fürdeni, rögtön csináljuk meg a házi feladatot inkább. Az jobb lenne. És utána pedig... együnk valamit. Get leftovers, és aztán... WC, fürdés, és itt fogunk aludni. És te neked is hasonló lesz a feladatod. Házi feladat, kaja, és neked attal elég csak. De elérted a harmadik szintet? Elérte szerintem, igen. Elérte Fisher is a harmadik szintet. Úgyhogy a WC, igen, és te meg akkor ide mész el aludni. Teljesen szuper. Tök jól állunk, úgyhogy majd jövök, hogyha valami történik. Oké, azt hittem, hogy ez nem lesz ilyen hamar meg. Oké, most történik valami, gyorsan szülni fogunk, úgyhogy gyorsan elmegyünk WC-re, mielőtt még szülnénk. Ez jó gyors volt, úgyhogy have baby. És ugye ikrek lesznek, ha jól emlékszem, két fiú. Igen, az elsőnek a neve Tyquan. Tyquan. A másodiknak pedig Antonio. Oké, tehát Tony és Táj. Tony és Táj. Tökéletes nevek. Azt hiszem fel is neveztem őket. Sajnos előre veszek föl megint, és nem írtátok meg, hogy szerintetek csalásnak számít, de hogyha hamar felneveztem őket. Klingi, nagyszerű, még egy klingi. De most már így nem tudok mit csinálni, most már felneveztettem őket, úgyhogy bocsi. Elég legyen. Menjél, ki vagy, Billy. Hagyjál békén, Billy. Oké, te pedig Charmer lettél. A kis cukorbogyó. Oké. Akkor szerintem, amit csinálni fogunk, az most első körben az, hogyha már ezt a gyerek van nálunk, akkor őt tanítjuk meg a basic needs-ekre. Te pedig el vagy. Jó. És lassan mennünk is kéne majd újra teherbe esni. Ugye van még egy fiúcska, akitől jó lenne teherbe esni. Úgyhogy, ja, ti mit csináltok? Ne. Play dolls. Oké, most akkor a másik gyerek jön. Egy kicsit játszottam vele, hogy nem tudom, hogy kicsit olyan jobb kedve legyen, mert már elege volt a freskárdokból. Úgyhogy vele játszottam, utána majd tájjal is fogok, igen, tájjal is fogok játszani. Tonyval is játszottam. Jó, meg kell jegyeznem, tehát Jensen, Fisher, Tony és Táj. Oké. Okay. Ti veletek mi van? Ugye nem a szörnyek, remélem nem a szörnyek. Na jó. Menjen, használd a WC-t. Mi van? Ne a szörnyek, léci. Nep. És te aztán, miután te is végeztél azzal, te is nep. Nep. Jó, és miután ti itt végeztetek, play. Hova mész? Várj egy kicsit. Oké, menj vissza játszani. Oké, poti tréneljük Tájt. Utána pedig megpróbáljuk valahogyan elintézni, hogy ne pisíjen be a Tony, Antonio. Megpróbáljuk ezt valahogyan megoldani. Még nem tudom, hogy hogyan. Oké, te mehetsz stackelni felülem. Jaj. Nem. Tonyt még. Még Tonyt gyorsan. Billyre kéne szoktatni. Oké, te is stackeld azt a valamit. És ti már lassan éhesek lesztek, ugye? Úgyhogy elő kéne venni, hát reméltem, hogy nem azt eszi meg, ami a torta volt, ugye? Tehát az abból evett, mert hogy nincs amúgy más. Uh-huh. Ezek az eyeballs-ok, ezek 3 minit, 1 óra, és vannak ugye a torták. Hát együnk akkor a tortákból, most nem tudok én mit csinálni. Tudnék főzni, de inkább együnk akkor a tortákból.
Az is jó lesz. Sőt, te fejezd abba a stekkelést, és take a piece. Te is take a piece. És jó, Genevát pedig gyorsan elküldjük egy kicsit aludni, bár hát a babák, ők is álmosak egy kicsit, úgyhogy végül is nem rossz, hogyha elküldjük. Valamilyen megoldást kéne erre találni, hogy ne jöjjenek ide állandóan. Valahogyan át kéne ezt alakítani egy kicsit, hogy olyan normálisabb legyen, mindegy, te menjél ide aludni, és te pedig ide aludni. Legalább az asztalra teszik. Hadd nézzek már meg valamit, valami megoldást kéne. És fogok is rátalálni megoldást, csak egy pillanat. Oké, hát végül is a jóga matracot ide fölraktam, mert nem tetszett ott alul. És így oldottam meg. Remélhetőleg így már nem fognak ide bemenni, egy ilyen kis cuki kis tévézős sarkot csináltam ide, illetve ide raktam még egy ablakot, hogy olyan, nem tudom, kicsit csicsásabban nézzen ki. Ja, jobban néz ki valamivel, és így kintről, ó, elfelejtettem oda rakni még egy ilyen akármicsodát. Persze, hogy elfelejtettem. Jó, így már minden mindjárt jobb, úgyhogy remélhetőleg ez most beválik, nem vagyok biztos benne 100%-osan, de remélhetőleg beválik. Jó, te menjél ide aludni, kérlek, és te pedig ide aludni, nem tudom miért. Ó, jaj. Nagyon késünk a suliból. Ezzel nem számítottam. Nem baj. A házi feladat megvan. Igen, minden megvan, csak egy kicsit késünk. Oké. Húha, hát elég problémás itt a helyzet, azt kell mondanom. Mindent el kéne takarítani, és kéne főzni. Serve lunch, garlic noodles, ez tökéletes lesz. Ezt ide kidobom. És le kéne takarítani ezt a pultot, mert nagyon ronda. És nem tudom, hogy miért ezen az oldalon főz egyébként. De mindegy, igazából teljesen mindegy. Megjöttek a gyerekek is az iskolából. Sibling face, nyugi, majd lesz még. Bőven lesz majd még tesód. Nyugodjál meg. Jó. Akkor szóval, ki vagy te? Jensen. Neked el kéne menned WC-re, és vegyünk egy habfürdőt. És neked is el kell menned WC-re, és szerintem mi is vegyünk egy habfürdőt. Ígyni. És akkor már is jobb hangulatban lesznek, és utána pedig együnk mindketten. Ígyni. Na látjátok, már is jobb, már is sokkal jobb, hogy nem mennek ide be. Gondoltam, hogy nem fognak. Itt pedig ez kicsit be van bugolva, úgyhogy hát ezt is majd egy kicsit... Sőt, tudjátok, mit most megcsinálom, mert nagyon, nagyon fog zavarni engem. Így jó lesz, így. Jó lesz. Na. Oké, nézzük meg akkor, mi van a kicsikkel. Jó. Te kelj föl, és menj enni. És ő még maradhat. Takarítsuk el gyorsan. Úgyni, most egy picikét várok egyébként az újabb terhességgel. Nem túl sokat, csak egy picikét. Viszont azt kéne valahogyan megtudnom, hogy akkor Jonathan, ő már volt. És Billy is, csak Steve nem. Ugye? Billy... Az ő apja Billy, az ő apja pedig Jonathan, igen. Úgyhogy Steve van hátra. Jó. Oké. Te nem tudom, mit csinálsz, és nem tudom, miért csinálod, de neked házit kéne csinálnod. Nem pedig azzal játszanod. És neked is jó lenne, te is jó lenne, hogyha házit csinálnál. Igen. Házi. Bár mondjuk azt megehetted volna, tehát egy szóval nem mondtam, hogy azt nem eheted meg. De mindegy. Na, oké, akkor te felkelhetsz most már, és elvehetsz ebből. És akkor mi pedig jöjjünk ide, legyünk szívesek, és mi is ide.
És szeretném, hogyha a flashcardozást tanulnánk, mert az tudjuk mindannyian, hogy mennyire egy szar dolog. Úgyhogy az jó lenne, hogyha azt tanulgatnánk. Aztán még kicsit nézzünk tévét, de depressed. Miért? No lunch. Ó, Isten, ez a gyerek. Durva. Oké. Mi jöjjünk ide, és tanítsuk ezt a gyereket is flashcardozni. Nem tudom már hányas szinten van az imagination, elég magasan. Nem baj. És miután ezzel végeztünk, szerintem játszhatunk is vele. És te pedig most mit csinálsz? Clean up. Ezt fejezd be. Szeretném, hogyha azt befejezni. Ó, jaj. Igen. És akkor utána szerintem menjünk aludni. És te is mehetsz aludni. Jó, akkor a gyerekek készen vannak. Te veled mi van? Na, na. Elég lesz. Te játszál ezzel, amíg foglalkozok ezzel a gyerekkel. Hug lovingly. De az is jó, hogyha addig vele beszélget. Make funny faces. Calm down. Apologize. Nem tudom, miért kell... Na mindegy, nem is mondok semmit. Nem tudunk most vele játszani, az a gond. Jó, tudjátok mit? Akkor gyorsan Billyre szoktatom őt. Nem tudom, hogy miért ennyire álmos egyébként. Táj pedig igazából el van. Oké, majdnem elérte a kettes szintet. Menjünk aludni. Te pedig. Potty train. Táj. Veled már megint mi van? Már megint mi van? Nep. Nep. Megint a szörnyek. Hihetetlen. Oké. Hogy vagyunk? Kommunikáció, potty, thinking. Szerintem még taníthatunk neki egy kis thinkinget. Ő még jól van, az a helyzet, hogy ő még teljesen jól van, és a szórakozása is megy föl ezzel, úgyhogy teljesen jók vagyunk. Jó lenne, hogyha még meg is tudnánk fürdetni. Give a bubble bath. Táj. Elég legyen most már. Nep, nep. Oké, és akkor ez a gyerek is elmehet aludni. Te is el vagy jó. Genevával csinálok most kaját, reggelit pontosabban, és aztán eszik, és aztán szerintem... Ja, amúgy szombat van. De jó. Ennek nagyon örülök, hogy mindegyik gyerek itthon lesz. Na mindegy. Mi van a... Ó, ezeket megint el lehetne adni. Tudunk segíteni? Nem, nem tudunk. Nem tudunk. Na, de ne már! Sit. És ott egyél. Aztán pedig gyere ki. Ezeket adjuk el. Adjuk el. Aztán menjünk aludni. És te pedig miért kelsz föl? Jó van, egyél. Végül is ehet. Te is fölkelhetsz egyébként enni. És akkor igazából a két gyerek azt csinál, amit akar. Mert hát velük tényleg nincsen sok dolgom. Úgyhogy ők csinálnak azt, amit akarnak. Te mit csinálsz? Használd a WC-t, a pottit, aztán menj aludni, nem tudsz. De miért? Ja, mert fél, akkor nap. Te pedig, Antonia drágám, ezt edd meg. Nem tudom, hogy ezt kihagyta itt, és ez kié. De egyed meg, légy szíves. Ez a gyerek használta a pelenkáját természetesen. Requires potty skill level 2, ami persze nincsen neki.
Úgyhogy fel kell keltenünk. Nem is poti trénelem egyébként, hanem igazából minden mást kéne neki tanítanom. Úgyhogy ezt meg is csináljuk. Most először játszunk vele egyet. És aztán tanítom neki a flashcardokat. És utána pedig még egyszer játszunk vele, és akkor azt szerintem úgy pont jó lesz. Addigra pont, pont visszatöltődik ezek a cucc, ugye, hogy fáj a háta, vagy nem tudom mi volt már. Ja, de tudunk most még egyszer játszani vele, na majd utána. Majd utána. Egyébként nézzétek, hogy milyen cuki gyerekeim vannak, feltörölnek. Ilyen cukik az én gyerekeim. Hányas szinten van a Tinkink? Hát, még csak a kettesen. Nem állunk túl jól. Az a helyzet. Jó, még egy játék. Oké, és tudom, hogy már nagyon készen van a gyerek, de még egy utolsó potté, és aztán békén hagyom, esküszöm. Szavanna pedig nem tudom, hogy miért jön ide mindig. Szerintem Szavanna az ikertestvérünk? Talán. Talán az. Nem vagyok benne biztos. Állj meg. Úgy né. Még egy utolsó potti. Ígérem, egy utolsó potti lesz. Mondom, egy utolsó potti. Kelje föl most rögtön? Köszönöm. Könyörgöm, egy utolsó potit bírjál már ki. Kibírod, megy az. Menjél szépen. Úgy, köszönöm. Rohadt nehéz volt, mi? Amúgy elérte a második szintet potiból, úgyhogy teljesen megérte. Csak azt kell mondanom. Teljes mértékben. És akkor most, ezután mehetsz aludni. Téged pedig felkeltenek. És mehetünk pottizni, tanulni. Légy szíves. És itt elromlott a WC. Aztán tök jelenne, hogyha csinálnánk valami kaját, mert már megint nincsen túl sok kaja. Nem tudom, hogy van még. Ó, ebből még van. Jó. Akkor ezt fogjuk enni. Pottizás után. Te hogy állsz? Még a kommunikációt kéne neked inkább fejleszteni. De hát a kommunikáció az olyan gyorsan fölmegy, hogy igazából teljesen mindegy. Igazából szerintem a mai részt itt most befejezem. És akkor a következő részben majd azzal fogjuk folytatni, hogy újra megpróbálunk teherbe esni, és az úgy jó lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai videóban, remélem, hogy tetszett nektek, és velem tartottatok a következőben is. Legyen nagyon szép napotok, sziasztok!